Jó reggelt kívánok, folytatjuk a Mokkát. A kormány tervezete szerint e-cigarettát csak ott lehetne használni, ahol dohányozni is lehet. Ez jelentős változás az eddigiekhez képest. Mindezek mellett az elektromos cigaretták forgalomba hozatalát is szigorítanák. A hagyományos cigarettás dobozokat pedig egységesítenék 2016 májusától. A témában vendégeink Tóth Zoltán, a Traffic Trade magazin szerkesztőbizottságának tagja, és Pifko Krisztián, a Villanypára Egyesület szóvivője. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Hát nem tudom, hogy jó döntés, hát nincs jogom nekem ezt minősíteni a kormánytól, hogy egy kalap alá hoznák az elektromos cigarettázókat a hagyományos cigarettásokkal, és akkor ott egymásét szívogatnák be, mármint a tüdőbe. Hát igen, ez a törvénytervezet emiatt is rendkívül ellentmondásos és problémás. Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy egészség és életellenes. Itt alapvetően arról van szó ebben a pontjában a törvénytervezetnek, hogy olyan embereket, akik már nem dohányoznak, esetenként évek óta nem dohányoznak, arra kényszerítik, hogy a passzív dohányzásnak tegyék ki magukat, és ismét dohányfüstöt lélegezzenek be. És ez különösen problémás lehet mondjuk azoknál, akik nem évek óta elektromos cigarettáznak, hanem mondjuk speciál most próbálkoznak az átállással, és folyamatos kísértésnek kikényszeríteni őket, hogy egyfolytában a dohányfüstös környezetben legyenek, ez én nem hiszem, hogy ez egy humánus és egy észszerű ötlet lenne. Amit ön kirélegez, hogyha ilyen elektromos cigarettát szív, annak semmilyen káros hatása nincs másokra? Hát a legutóbbi tanulmányok szerint, és nagyon sok ilyen volt, kimutatták, hogy a passzív dohányzáshoz hasonlatos környezetet károsító hatása az elektromos cigarettákból képzett párának nincsen. Így igazándiból egészségügyi oka sincsen ennek. Van értelme ennek a rendeletnek? Vagy ennek a rendelettervezetnek? Annak, hogy szigorítják valamilyen formában a dohányzással kapcsolatos termékek forgalmazását, megjelenítését, nyilvánvalóan, hiszen hosszú évtizedek óta tartó küzdelem folyik egészségügyi szervezetek és kormányzati szinten a dohányzás visszaszorítására. Jó magam nem ismerem ezeket az adatokat, amiket a kollégám említett, az e-cigaretta kevésbé káros vagy akár nem káros mellékhatásait tekintve. Azonban valószínűleg nem megkerülhető az, hogy ez az általános szigorítás ezekre a úgynevezett helyettesítő termékekre is kiterjedjen. És lehetséges, hogy akkor beterelődik az e-cigaretta forgalmazása is a trafikokba, ahol egyébként szakképzetlen eladók árulják, lényegében leveszi a dobozt a polcról és odaadja a vevőnek, míg az e-cigarettát azért olyan helyeken is meg lehet venni, ahol szakképzett emberek elmondják azt, amit most nagyjából itt Krisztián vázolt nekünk, hogy miért nem káros. Hát elvileg a dohánytörvény szerint a dohánybontban dolgozó munkatársaknak is kell bizonyos egészségügyi felvilágosítási tevékenységet ellátni, bár magam is egyetértek, hogy inkább kiszolgálás folyik, mint sem valós ügyfélszolgálati munka, erről szól a történet. Ez úgy gondolom kormányzati kérdés lesz ismételten a forgalmazással összekapcsolódó szabályozások mentén, hiszen ma gyakorlatilag a dohányboltokban, miután a nikotin mint gyógyszerminőségi tartalom kerül megállapításra, ott nem forgalmazható. Lehetséges, hogy majd önöket ugyanúgy 5 méterre elterelik mondjuk egy buszmegállótól, hogy csak annak a... Pontosan erről szól most a törvénytervezet. Igen. Ki kell menniük az épületekből ki az utcára, míg most jelenleg egyébként itt is rágyújthatna, nem? Hát nem hívnám rágyújtásnak, de alapvetően használhatnám. Igen, igen, igen. És akkor a tervezet arról szól, hogy ez a fajta kiszorítás, tehát technikailag önöket minél kijebb. Egy kalap alá vesznek minket alapvetően a dohányosokkal, igen, erről szól többek között ez a fele. Az, hogy ha ez a jelenség megjelenik a trafikokban, ez megbecsülhető, hogy mekkora bevételt jelent majd a kormánynak? Már az e-cigaretta forgalmazása? Igen, igen. Hát erről nem rendelkezem adatokkal, talán pontosabb információk állnak rendelkezésre. A ellenhatásról, az egységes csomagolásról vannak becsléseink? Hát az elektromos cigaretta jelenlegi forgalma becslések szerint 4 milliárd forint körüli éves szinten. Ez egy nagyon vaskos és hosszú téma, hogyha a trafikokba bekerül az elektromos cigaretták forgalmazása, akkor mint nem gyorsforgású fogyasztási cikkek, hanem tartós fogyasztási cikkek, esetenként drágább eszközökről lévén szó. Egyrészt nem illik a profilba, másrészt véletlenül olyan szinten fog szűkülni a hozzáférhetőség és a választék, hogy nem lesz oka az embereknek a trafikokban megvenni a
silány, rossz minőségű, eldobható készülékeket, és ez az egész szépen átterelődik a fekete gazdaság oldalára, mert hogy a fogyasztói igények nem lesznek kevesebbek, viszont maguk a trafikok ezt nem képesek ellátni, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy az államnak ebből túl sok bevétele nem lesz, lényegesen kevesebb lévén fekete úton fogják az emberek megoldani. Hát önmagában már a 4 milliárd forint sem volt olyan nagy összeg, amit most mondott ahhoz képest, hogy... Dinamikusan fejlődik az a helyzet, tehát elég dinamikusan fejlődik ez a piac, de hát nekem, mint kisembernek a 4 milliárd forint soknak tűnik, tehát lehet, hogy valakinek... Mindjárt a csomagolás, amit említett, rátérünk, de előtte még arra, hogy az internetes kereskedelmet is megbéníthatja majd a tervezet? Egyúttal a tervezet szól arról, hogy az internetes kereskedelmet megszüntetik, és kizárólag fizikailag a trafikokban lehet majd kapni ezeket az eszközöket. Na, nézzük akkor a csomagolást, amelynek az egységesítése 2016 májusára elvileg kötelező lesz. Ezt hogy kell elképzelnünk? Ugyanolyan színű dobozokban fogják árulni a különböző minőségű és fajtájú cigarettákat? Igen. Csak rá lesz írva az egyikre, hogy X, a másikra meg, hogy Y? Igen, gyakorlatilag az ausztrál példát hozza mindenki előre, és ugye ebben az évben is. Ott a forma, a betűforma, a logó minden elveszik? Nem tudom, hogy ez milyen azért. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egy ilyen elég randa olívazöld alapszínt kapnak a termékek. 65%-a a csomagolásnak mindenféle gusztustalan fotókkal fog megtenni. Ez az elrettentés része. Így van, gyakorlatilag a kedv szegése, és a másik oldalon eltűnnek azok a megkülönböztetés szolgáló elemek, színek, betűtípusok, amelyek ma gyakorlatilag a nagy dohánygyárak termékeit nemzetközi szinten egyedivé tudják tenni. Én azt gondolom, hogy a cigaretta csempészetnek ez a meleg ágya lehet, hogyha ugyanolyan színű, dobozú, fajtájú termékeket kell. Igen, hát többek között a nagy dohánygyárak érvrendszerének ez egyik fontos alapja, hogy ha már az e-cigarettát a fekete kereskedelemmé tesszük, ez ugye a klasszikus dohánytermékek esetében világszintű probléma. Nyilván van a termék hamisítása, ilyen szempontból a megkülönböztethetőség megnehezítése valóban lehetőséget teremt egy megnövekedett fekete. Krisztián, én nem tudom, hogy önnek a kezében ez miért van, pontosabban miért szokott erre rá? Azért, mert régen dohányos volt? Én 20 évig dohányoztam, igen. Na, az jó, már olyan értelemben nem jó persze, csak hogy önt elrettentették ezek a fotók, ami 65%-ban fedi ezek szerint a dobozokat, vagy kell, hogy fedje jövőre már? Igen. Engem teljesen hidegen hagyott, hogy milyen kinézete volt a doboznak, meg lehessen gyújtani az egyik végét, és füstöljön, tehát ez volt dohányosként az egyetlen szempontom. Csóváltam a fejem az összes ilyen próbálkozáson, illetve irányvonalon, hogy a dobozt macerálják, egyáltalán nem rettentett el. Van ennek értelme? A feliratoknak, meg ezeknek az elrettentő képeknek? Van hatása. Nyilván minden olyan szigorító lépés, amit az elmúlt években, évtizedekben megtettek a kormányok és az egészségügyi hatóságok, azok, ha nem is egyenként nagy mértékben, de összességében jelentős mértékben voltak képesek csökkenteni a dohányzást. Uraim! Bocsánat, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.